Eleanor H. Porter az Élet játéka című regényből fogok elmesélni egy részletet. Ez a könyv arról szól, hogy van egy kislány, akinek korán meghalt az édesanyja, és nemrég az édesapja is. Elküldték a kőszívű nagynénéhez, és nagyon sok megpróbáltatáson és kalandon megy keresztül, hogy elérje, hogy az ő nénikéjének meglágyuljon a szíve. Eleanor H. Porter, az Élet játéka. Örül. Ugyan minek? Hát a tejnek, meg a kenyérnek. Nagyon szeretem mind a kettőt, meg aztán annak is örülök, hogy magával vacsorázom. Úgy látszik, kisasszonyka, maga a világon mindennek tud örülni. Mondta erre Nancy, de elkomorult, mert eszébe jutott, hogyan próbált megbarátkozni a csúf kis vadlásszobával a bátor kislány. Pollyanna csöndesen kuncogott. Hát persze, hiszen erre megy a játék. Miféle játék? Hát az örömjáték. Kisasszonyka, mit beszél össze-vissza? Nem beszélek össze-vissza, a baba tanított rá. Egész kicsi korom óta játszom. A nőegyenti hölgyeket is megtanítottam rá. Azok is játszották, legalábbis néhányan közülük. Én ugyan nem sokat értek a játékokhoz, de azért csak mondja el Pollyanna kisasszony. Miben áll ez a játék? Pollyanna nevetett, bár egy kicsit szomorkásan. A szürkületben arcocskája nagyon sápadnak és keskenynek tűnt. Akkor kezdődött, amikor a mankók érkeztek a missziós hordóban. Mankók? Igen, tudja, annyira szerettem volna egy babát. Papa kérte is, hogy küldjenek, de amikor megérkezett a hordó, a hölgy visszaírt, hogy nincs benne baba, csak egy pár kis mankó. Elküldte, hát ha valamelyik gyerek hasznát veszi. Ekkor kezdtük játszani a játékot. Én aztán igazán nem értem, mi játszani való van egy pár mankóval, jelentette ki Nancy kicsit ingerülten. Éppen az az érdekes benne. Mindent meg kell találni valamit, aminek örülhetünk. És mindjárt a mankókon kezdtük. No hát, ezt aztán értse meg, aki akarja! Hogy lehet örülni annak, ha az ember babát szeretne, és mankót kap helyette? A kislány végül ugrált Nancy mellett. Dehogy nem, bár igaz, az elején én sem értettem, ismerte be. De papa megmagyarázta. Akkor maga pedig magyarázza meg nekem, szólt Nancy kurtán. Ó, hát annak örültem, hogy nincs rá szükségem, vágta rá Pollyanna büszkén. Nagyon egyszerű a játék, ha az ember már belejött. Nancy ijedten pillantott a kislányra. Ez aztán igazán furcsa gondolat. Dehogy furcsa, inkább nagyszerű, lelkesedett Pollyanna. És mennél nehezebben megy, annál érdekesebb. Igaz, hogy néha nagyon is nehéz. Mint például, amikor a papa elment a Jóistenhez. Én pedig itt maradtam a nőegyenti hölgyekkel. No meg, ha egy rongyos kis padlásszobában kell laknia, tudította Nancy. Pollyanna nagyon sóhajtott. Hát, igaz, ez is nagyon nehéz volt, különösen az első pillanatban. Kicsit árvának éreztem magam, sehogy sem ment a játék, mert annyira kívántam volna szőnyeget, meg függönyt, meg képeket. Aztán eszembe jutott, milyen csúnyák a szeplőim. És ha nincs tükör, legalább nem látom őket. Meg az ablakkeretben megláttam az én képemet, a kilátást, és akkor már tudtam, minek kell örülnöm. Ha az ember szorgalmasan kutat azután, hogy minek örülhet, akkor el is felejti azt, amit először kíván, mint például a babát. Én ezt a könyvet azoknak ajánlom, vagy én ezt a könyvet azért ajánlom, mert még ez a kis részlet is megmutatja azt, hogy mindennek lehet örülni. Deák Virág.
hol ülünk? Karcegének a református általános iskola.